Ezek a felvételek még februárban készültek. Akkor kezdődtek el a Barta csatorna felújítási munkálatai Faddon, melynek során kitisztítják, mélyítik, illetve a kajakok és csónakok számára teszik járhatóvá a faddi és a tolnai Duna holtágat. A rekonstrukció miatt számos fát kellett kivágni, ezért döntött úgy Benis Brigitta önkormányzati képviselő, hogy gyűjtést indít. A cél az, hogy a terület idővel újra zöldbe boruljon, rehabilitálódjon és egy természetbarát közösségi térré váljon, mondja a képviselő. Olyan kemény fákat fogunk betelepíteni, ami a honlapunkon fel van sorolva, ami 200-150-200 évre szól. Kőris, tölgy, platán, tulipánfa, nem keverendő a magnóliával, fűz is, tehát igyekeztünk olyan 7 fajtát kiválasztani erdés segítségével is, ami egy kicsit azért előremutatóbb, de alkalmazkodik a vízi környezethez. Megközelítőleg 300 darab növényre van szükség, ez azonban nem olcsó. Az adományozóknak lehetőségük van arra, hogy a gyűjtésre létrehozott weboldalon kiválasszák azt a fajt, amit szívesen látnának a területen, valamint madárodura és rovarhotelre is küldhetnek adományt. 6 millió forint a minimum. Tehát, hogyha összejönne 6 millió forint, és akiket megkeresünk, támogatók nagy vonalúak lesznek, akkor akár még kellemes meglepetés is érhet bennünket. De hangsúlyozom, tehát már most örömmel tölt el, mert jönnek a felajánlások, tehát föltettük, és már lett 5-6 vásárlónk, tehát a meglévő olyan 60 fa mellé jött plusz 7. Benis Brigitta szerint, amennyiben sikeres lesz a gyűjtés, legalább 10 év kell ahhoz, hogy teljesen rehabilitálódjon a Bartal csatorna. A kezdeményezést a helyi önkormányzat is támogatta 1 millió forinttal.